Hát én komolyan mondom, nem hiszem el ezt a buzi OBS-t. Katasztrófa, bazd meg. Gondolj egyet, megint kilép. Nem is hiszem el. Még itt pofázok egyszer magamba. Na, bemegyünk interre. Nem érdekel, kilőnek az se. Nem hiszem el, bazd meg. Pofázok, és akkor ez a büdös román faszopó szar autista OBS, mert nem csinálja a streamet. Nem értem, mi ez az új keleti dolga ennek az agyhalott faszopó OBS-nek, hogy gondolj egyet, és akkor ledobálja, bazd meg, a streamet. Nem hiszem el. Hogy lehet ilyen szart csinálni, bazd meg, a 21. században? Komolyan mondom, katasztrófa. De mintha elbaszogatnám az OBS-t, meg állandóan nyomkodnám, vagy valamit csinálnék vele, hogy tönkre menjen, tehát hogy elbasszam a beállításokat, nem nyúlok hozzá ez a szemétdombhoz, és ő gondolja, és akkor eldobálja, bazd meg, a izét, a streamet. Nem hiszem el, komolyan mondom. A hócipőm tele van, bazd meg, az ilyen hülye szar OBS-sel, bazd, egyszerűen nem lehet bazd működésre bírni. De még ha tudnám, hogy mi az, amit elállítok rajta, amikor nem is nyúlok hozzá, meg hogy magától is gondolját, és akkor nincsen hangom, meg elállítja a felbontást, úgyhogy én hozzá sem nagyon nyúlok, nem hiszem el, hogy ez ilyen nehéz lenne 21. században valamit megcsinálni rendesen. Képtelenség. És akkor ez is fölbassza az agyamat. A húgyos picsáj jó édes anyádat, te faszop OBS, bazd meg, te szerencsétlen faszkalap. Istenem. Ennyire nehéz nem lehet, bazd meg, valami. De 20. században kurva nagy, kibaszott nagy elektronikában nem működik, nem lehet egy programot megírni rendesen, hogy működjön úgy, ahogy kell. Tényleg, bazd meg. De lehetetlenség. Akkor még egy 5 percig itt szórakozik, mire bebasz-basz kell a tettes interbe. Nagyon jó lesz. Remélem még a boss is itt lesz benn. Még fogok még örülni nagyon. Na bazd meg. Szerintem itt vagyok kint Powernél. Erőmű. Ez jó. Ó, bazd meg, ezen lámpa van. Csinos. Annyira elég nagy a csönd. Szerintem ezt már itt az egész hóbelebancot kilútolták. Úgyhogy húzd a faszodra. Na, itt föl lehet menni, az biztos. Azt nem se tudja. Vagy bemaradok, vagy nem.
Hát, hogy bemegyek itt alul, aztán majd kitalálom, mi lesz. Bár szerintem nem az miatt kell izgulnom, hogy kijutok. Nem az miatt, hogy egyáltalán ki fogja szétlövöldözni a fejemet. Jó, hogy nem megyünk be. Igazából sejtem sincsen, merre vagyok. Csak úgy nyomokba. Tart. Na, itt már valaki lövöldözik, jó. Lehet, hogy belefutok valami jó képű mandába. Na, be kéne, fel akarok igazából menni. Lövöldözni egy kicsikét a szkeletre, vagy valami. Igazából én nagy ilyen loot placokat itt nem tudok. Annyira nem vagyok én képben lootben, Szóki bácsék tudják. De itt biztos, hogy van valami hülyeség. Ez biztos. Valami van benne. Lőszer. És ez valami 90 is lőszer, szerintem. De most annyira nem foglalkozok vele. Igen, a lépcső, a mozgó lépcső az megvan. Még fel lehet menni, azt hiszem, a szintekre. Milyen faszom. Emelje. Jó, kaja van. Azt hiszem, a másik lépcső alatt szokott valami lenni, ha jól emlékszem, de nem vagyok benne biztos. Szerintem itt is van valami duffel bag. Mi? Mérőszalag? Nem, semmi jó. Oké, nem szóltam. A duffelt azt meg tudom nézni szerintem. Ebben is van valami szar. Ananászlé. A fuck. Jó. Hát mondjuk ezeket annyira nem kell megnézegetnem, mert ebből sok mindent én nem viszek ki. Sőt, szerintem semmit. Lopakodok. Van itt mellettem jobbra valaki. Itt lesz. Ez szerintem egy szkáv volt. Egy ránézésre. Most igazából a haverjait várom, hát ha elkezdenek agrózni. Csönd van. Jó, hallottam a tagot. Igen, bockák. Ilyen táskát kéne kimentenem, de szerintem nem kell kivinnem ezt a táskát. Az a napi küldetésem, egy ilyen elkártes táskát kéne kimentenem. Úgyhogy próbálok gyorsan átpakolni bele ezt-azt, de az a baj, hogy nagyon nagy bajba leszek. Ezt fel kell ezeket pakolnom, mert nyilvánvaló az albútba nem tudom beletenni sajnos a... Bazd meg! Hát akkor ez a táska, ez marad a következőre. Nem tudom az albútba belerakni a tárat, úgyhogy viszont nem fogom eldobni, mert itt Finding Raid, tehát ezt én nem tudom feltenni, és ez a tetű szar meg nem fér el. Ja, na mindegy, akkor ez itt marad, napig quest ugrik. Semmi baj, na következőre. Most túl nagy tárat hoztam. Nyilvánvalóan azt a 20-as, tehát nem nagyon szeretném eldobni, de viszont azt meg lehet csinálni. Hülye vagyok. Hülye vagyok teljesen. Nem vagyok, mint a seggbe, az meg.
Még az így nehéz lesz, mert nehezebb lesz tárazni sokkal, meg nem tudom kipakolni szerintem a tárat. Mert nem lesz hova cserélnem. Mégsem jó az ötlet. Nem, marad az egész, nem jó. Az, hogyha egy tárat cserélek, nem fogja tudni hova elrakni nekem, és ha képes lenne ezt a méregdrága tárat eldobni. Úgyhogy az meg nem óka. Az meg nem buli. Mindegy. Akkor ez sajnos itt marad. Ez a generátor, ez nem teszik jó. Mert csak zörög. Nem hallok semmit. Igazából most kóvágok, mint gulyapos a levegőbe. Mert dunsztom nincsen, merre vagyok. Talán az, hogy merre kéne kimenni. Valamely kiárat formátum lehet ez. Vagy a faszom se tudja. Ez talán valami mezei raktár. Senki sehova innen. De itt is lehet még menni el jobbra-balra. Na itt lehet azt hiszem fötörészni, ha itt már lettünk volna talán Hóki bácsival. De nem tiszta a terep. Épp jó, kondenzátor, bazd meg. Nem mint nagyon lenne értelme nekem lootolgatni, ha nem jutok ki innen élve. Kábel, hogy bazd meg. Szép jó hűtő, gyertya, az nem érdekel. Szerintem valahol itt ki lehet menni. Bár aztán a fasz se tudja. Igazából tök vakon vagyok. Ott van fenn valami. Igen, ott láttam fenn a fiút. Ott mozog. Jön le. Ez egy bockev. Látom rajta. Aha. Akkor az a lépcső az golyóálló. Többen is vannak. Megriasztottam, nem is a fedezékbe kéne vonulnom. Na most lapulok, hallgatózok. Ja, igen. Vagy hova lőttem én le ezt a majmot? Ja, itt van-e. Az meg. Én itt kerestem ki azt a kis kupacot, néztem annak. De a lépcső alatt még tudom, hogy van egy hely. Ott még van loot. Egy ilyen lootboxos szar. TPO, repeszálló, szemüveg. Na, de valamennyi, valamit fér hozzánk. Meg azt a másik szkevet el kéne ott kapnom kint. Tusonka, az jó. Az soha nem baj. Szóval nem akarok annyira elpakolni, mert mélyen van a tár. Így ebből lehetnek gondok. Ojajajajajaj.
Szerintem kifutott. Az jó volt. Kell egy vérzés csillapító. A hülye buzia. Nem majdnem megszopatott. Hál' Istennek kékre lőtt mindent, meg eltörte a kezemet is. Mindegy, helyre rakom magam. Ezt gyorsan összefélszerem itt a sarokba magamat. Jobb kezem már van. Nyomokba tartalmazok jobb kezet. Úgy van. Még egy CMS-t, helyre hozom magam. A kis köcsönnek, hogy mellé lőttem. Mindegy, a lábélek. Na, pumpáljunk némi HP-t a testünkbe. Hát jó, hát ezt egy kicsit elbasztam, nem számítottam, hogy az a hülye gyerek pont itt van. De nem baj, akkor is kinyírtam, ő már nem megy innen sehova. Jó, hogy ebből a sárga sajból mindig van nálam. Na, még kell egy kis HP-t magamba pumpálni, de szerintem ez is valami sotival lőtt, vagy valami hasonlóval. Ezt ide föltesszük, ezt ide ráteszünk a gyorsgombra. Meg még igazából az a baj, hogy ez a kis szemétláda csinálnak meg nyílt sebet is. Annak is még azt hiszem kell, hogy 3 vagy 4 perc, mire teljesen elmúlik a nyílt seb. Ergo felszakadhat, a vérzésem lehet tőle, nem egészséges az se. Gyorsan bedobáljuk a másik tárat is, legyen üzemkész. Ennek valami jó testpáncélja lehetett ennek a szarnak. Gyorsan csináld meg. Tökéletes, harcra kész. Nem a KMS-sel lőtt, nem sokat hagytam a páncéljából a gyereknek. Megküldött az izéval 762-essel. A makátárból van annyi nálam, mint a szemétokkin, úgyhogy az nem kell. Neki igazából más nem is nem tudok elvenni ettől a csórótól. Összevéreztem az ajtót. Mintha valaki lámpával buzerált volna odakint. Most olyan az a kérdés, hogy az a szkev, akit én láttam ezen az oldalt, ez volt az, aki utána jött, vagy pedig egy másik. Itt van még egy dobozka. Hát ebben van motyó. Ó, fegyvercső. Van itt cucc, amit el lehetne nyomni. Ezt gyorsan be is hamoljuk. Mert küldünk egy kis kvast. Legyen fel a biznisz. Használ, szerintem adunk magunknak egy 30 egységet. Az már szerintem elég lesz arra, hogy kijussunk. RPK-cső. Rendben van, de hova teszem? Annyit tudok, hogy az a baj, hogy 3 csíkot foglal ez a szar. Így. Ugyebár egyszer valóban kell majd cserélnem a tárat is. A Minden kötél szakad című műsorral. Az egyetlen nagy gondom az, hogy fogalmam nincs, hogy merre kéne kivennem. Amúgy jó. Úgyhogy szerintem itt benn maradok ezen a mappon. Itt fogok megdögleni valahol. És az nem segít, hogy jön fel a nap.
Aztán ki tudok menni, az biztos, körbe tudok utkározni az Intert. Bár azt az öt se tudja, hogy merre, igazából merre vagyok arccal előre. Ó, kiárás. MR-kom ellenőrzőpont. Hát bazd meg! Ez ismerős, itt van, van alattunk egy szoba lent. Ez az orvosi hülyeség, csak nekem ugyebár nincsen kulcsom. Én nem tudok bemenni, mint Hóki bácsi. Rögzítős. Én az jó, mert pont hiányzik. Ez fontos, lőtték ki belőlem. De ez meg egy kulcsos motyó. Csak nekem sajnos nincs. Azt tudom, hogy itt ki tudunk menni, meg garázsok. Ezt egyes mondta, hogy én kiáratom. Azt én fejből nem tudom megmondani. Hogy őszinte legyek. Úgyhogy bűntöm nincsen, merre megyek én. MR-kom, valami faszom, valami dereng, de szerintem én nem arra megyek, amerre én akarom, hogy amerre kéne mennem. És ráadásul ez a hülye gyerek még el is fáradt. Nagyon jó. De jó, meg vagyok terhelve, nyilvánvalóan nem fog menni, ez csak úgy kifele menet. Bocs. Igen, túlterhelt. Fáradt is vagyok. Nagyon jó, bazd meg. Akkor nyílcsebem is van még egy másfél percig. Na mindegy. Próbálunk innen kisétálni. Valahova, valahogyan. Szerintem rossz fele jövök. Hát, az meg. Ez a vasútnál lehet kimenni? Nem tudom, bazd meg. Most tudom igazából, hogy merre van a vasút, tehát itt kezdenek a gondok. Már kifogytam a staminából is, azt itt ülök a préli kellős közepén, mert tanácstalan vagyok, hogy merre is kéne mennem kifele. Hát igen, ez van. Úgy nézem, ez egyszer-kétszer bele fog fájni a karakterem életében, mire megtalálom, hogy merre kéne kimennem. Úgyhogy merre van az egyenes. Mert ez itt szerintem, amit velem szemben van, itt szoktam beszpannolni szkefként. Már itt egyszer-kétszer voltam interen szkevvel is. De szerintem itt szoktam szkefként beszpannolni, de nem vagyok benne teljesen biztos. A vasúti kiárat szerintem az itt lesz, ha jól látom. De nem tenném rá arra se a nyakamat, hogy az, ott lesz ez a kiárat nekem. Az a baj, hogy nem mond semmit ez a dolog nekem. Jobban meg kéne mászni a bokorba. Hát talán akkor még el se lőnének nagyon. Tudja. Vagy az a kiállat, vagy nem, de szerintem ez lesz az. Nem tudom, nem valószínű, hogy ez az én kiállatom. Hát ez gyanítom, hogy nem az a kiállat. Nem, ez nem az én kiállatom, itt már kéne kifele konnektálódni, úgyhogy ezt igazából elbuktam. Újra tervezés. Akkor az nem az MR-kom ellenőrzőközpont. Hol in a fence? Ja igen, szerintem az a... biztonságot. Hát az Isten mocskos fasz se tudja. De akkor én nem vagyok jó helyen. Scav Camp.
Hát... Ez megint egy zsillett egy kérdés. Mert az biztos, hogy erre van. Van, hogy lehet itt még kifele úton, vagy itt lehet, van itt egy-két úthely is, azt hiszem. Hát igazából most vagy bedöglök, vagy valahol kineten ki sikerül jutnom. Nem tudom, ez az MR-kom ellenőrző fasz merre van, de szerintem a másik oldalt van. Akkor nem az én kijáratom, az biztos. Most miért vagy ilyen túlterelt? Azt az egyet árul már el nekem, bazd meg! Mi az anyád van? Ennyire nem lehet nézni ez a soksörétes. De itt a Scav Campnél még biztos találok szerintem ezért lelőhető szkeveket. Más nem, akkor felmegyünk a killekre, azt bennmaradunk. Előbb-utóbb ilyen döglök, vagy valakivel találkozó ki agyonlő. Szerintem valahogy itt is kéne lenni egy stashnek. De itt is van, amíg aztán fölben jön. Sok minden most nem nagyon kéne, így is túl van terhelve ez a csöves bánat. Ó, persze. Ahogyne, na nyilván, ahogyne. Na, lehet kivinni. Nem tudom, hogy hogyan, meg hogy mit, de ez meg nem fog följönni rám. Ez biztosan nem jön főle, ahogy van, mint azt akkor. Hát ez tök jó, bazd meg. Ezt a kurva ketté baszott be. A lovat lenne érdemes kivinni, viszont HP-t sem ártana kivinni. A lóért még úgy lehetne valami lóvét is kapni. A villámozott fasz se tudja, merre vagyok most, hogy... Nem itt szokott lenni az a Scav Camp. Most aztán tényleg bajba vagyok. Az MR.com checkpointra úgy emlékszek, de szerintem az pont a másik oldalon lesz nekem. Nem itt. De itt volt egy Scav Base is valamerre, lehet, hogy pont az fele gyaloglott nagy erőkkel. Persze megint meg azért túl vagyok terhelve, meg el van fáradva, minden baj van ennek a szerencsétlen nyomorultnak. Már nem értem, hogy mi a faszomtól. Energiafogyasztás, adok én neked energiafogyasztást mindjárt, bazd meg. Na, menjünk valamerre. Hát, tényleg el vagyok tévedve. Na mindegy, előbb-utóbb meg kell tanulni. Na, netán érzem a halálomat, ha úgy lesz. Akkor van, jó helyre el kéne dobnom majd a fegyveremet, mielőtt megdöglök. Ja, a Scav Camp az itt van bent, itt még szerintem lehet lőni szkevet. Itt viszont nem lenne jó meghalni, mert akkor biztos nem kapnék vissza semmit. És szoktak befspannolni a player szkevek is, lehet, hogy most éppen a halálomba gyaloglok. Mert már jön a reggel, minden előfordulhat. Itt is van, mert tudom, egy hidden stash az erdőbe. De már fölösleges felvennem bármit is. MR.com checkpointot kéne megkeresni. De az van itt van, ez biztos, hogy jöttem ki. Na, sztaminázzuk fel magunkat. Még megy az OBS, az is valami. Elég valahol azt hiszem, az MR.com-os genyú is valamelyik kint kell lennie. Csak nem tudom, hogy hol. Többet kéne mennem interen. Legyek képbe a dolgokkal. Ez a színpad, itt Csabusznak volt valami questje tegnap előtt. Lenézzük még, hogy állunk tápügyileg. Jó, még élünk. 63 meg 61%-on vagyunk, így még kijuthatunk.
Ez a színpad. Igen. Itt kellett Csabusznak valami szart letennie. Hát itt kevés a magas fű. Ezért pikpak észre veszik az embert. Ez a meglepően nagy a csönd. Bent se hallok lövöldözést, ide itt kint se nagyon. Lehet, hogy az Emerson checkpoint fele viszont talán jó fele megyek. Mert tudom, hogy meg kell találni, van egy ilyen iskás hely, hogy ezt az iskát fel lehet venni. És attól nem messze van szerintem az Emerson checkpoint. Bár lehet, hogy mindig én gondolkodok rosszul, én vagyok eltévedve. De majd még kitalálom. Mert igazából, hogy ez a vasúti kiárat, ez nem volt kiárat, akkor már csak az Emerson játszhat, melyek a netán autóval ki akarnék menni, de hát miért akarnék kimenni autóval. Hát szerintem itt lesz az Emerson checkpoint. De még lehet, hogy nem. Hát igazából még nem tudom. Valami faszok építkezés, erre nem emlékszek, hogy őszinte legyek. Na mindegy, van még időm. Még van egy kis kaja is, pia is, még tudok még egy kis izét, HP-t magamba húzni, hogy kibírjam addig. Még kitalálok, szerintem időm is van. 16 perc. Ez bőven elég, hogy az embert megöljék. Lána most kezd reggeledni, minden hülye bejön. Mert szerintem most így nincsen kultista benn. Nem, akkor az Emerson checkpoint. Mindegy, ez probléma. Mindegy, még van negyed órám kitalálni, hogy merre megyünk. Ott is valami stash van kint, valami loot szerintem. Van, gyűjtsünk egy kis erőt. Hát nem biztos, hogy olyan jó ötlet volt ide bejönni csak úgy magamba. Ám, nem tudom a kijáratot, de hát valamikor meg kéne tanulni. Akkor majd is jobban lehetne jönni, szkeveket lövöldözni. De az, hogy az ember még nem tudja a lootokat, az csak egy dolog. De viszont meg tudja a kijáratot, akkor az már egy kis segítség, meg előny. Még valamit ki kell találni, lassan körbefutom ezt a szart. Jó, hogy ide kint nincs ilyen hülye, mint én. Közelebb kommandózunk. Nem tudom, baszki, meg kéne tanulnom ezt a izét. Ez faszopó intert, kitaláljak róla, vagy rajta, vagy valami. Szerintem az ML checkpoint, az amit én szerintem már Vóki bácsi egyszer-kétszer kijöttem rajta, csak meg kéne találnom. De szerintem most úgy, hogyha az a kiárat, amit én gondolok, akkor szerintem nagyjából irányba vagyok. Itt lesz valamire szerintem a kerítés mellett, meg lehet itt lesz egy két köcsök szkevis. Mindegy, összegyűjtjük a HP-nkat, vagy a staminánkat. És szigorúan oda sétálunk majd. Maradjon staminánk, mert ugye bár ez most nem fog nekem visszatöltődni, mert túlterhelt vagyok. Itt lesz valami lefutós genya. Lehet, hogy itt lesz ilyen csöves bánat. És az Emerson kiárat talán ott lesz
Talán arra előttem, vagy valamerre. De nem vagyok benne biztos. Ha nem, akkor még futok egy kört, előbb-utóbb csak megdöglök. Hallom, valaki van fölöttem. De szerintem ez player lehetett, de nem futtározik tovább. Na mindegy. Eltápolok, hát ha ki tudok menni csak úgy simán. Vagy látom, hogy egyáltalán mi zajlik ott fönn. Érdekes. Ennél megpróbálunk megtalálni a kijáratot, az a biztos. Kicsivel több időm, meg biztos lennék már a dolgomban, akkor azt mondom, hogy jó. Kicsit fájtoljunk, csak így. Így nehéz, hogy még Hóki bácsi a cseten sincsen, meg senki. Igazából, aki tudna nekem valami dimenziót, instrukciót adni, hogy tulajdonképpen most merre vagyok, jó fele vagyok, vagy merre menjek. Kicsivel könnyebb lenne, bátrabb lenne az ember, ha van egy biztos tuti pontom, ahonnan tudom, hogy ki fogok jutni. Hát ez sem lesz az a kiállat, amire én gondoltam, akkor viszont nagy bajban vagyok. De ez, talán ez az lesz, nem vagyok benne biztos. Óvatosan megyek, legalábbis remélem, hogy nem tartja le senki ezt a kijáratot. Igen, akkor bajban, baj van. Jó, akkor most már tudjuk, hogy ez az Emercom checkpoint. Így már jobbak vagyunk, mert a vasutat már tudom. Jó, akkor ez a két kijárat, ez biztos. Akkor ide még vissza kéne jönni egy kicsit lövöldézni. Így egyszerűbb lesz a dolog, mert akkor már úgy nagyjából biztos vagyok benne, hogy mégis mi van. Meg hozok egy másik fegyvert. Most nem akkor szajgázok, mert ez így nagyon nehéz ez a két darab tár benne. Nem nagyon tudok rendes útot kihozni. De akkor ez már biztos az Emercom checkpoint, jó? Rendben, így már egyszerűbb a dolog. A hülye sok lootot nem hoztam ki magammal, némi kis bizsút. A lőszert, meg lovat, meg faszomat, viszont a tusonka az maradhat is. Meg a kvass is, de hozott mellé még valamit. Meg itt szerintem föl kéne majd tápolnom magam, egészül leromboltam magam. Vagy. Összes használata majdnem jó lesz, de úgyis még elmegyek, rágyújtok, meg egy-két dolgot itt még el kéne adnom ebből a sok szarból. Sonka az marad. RPK-t cső, na ez még érdekes lenne. Azt a kurva isten, ennyit ér ez a retkes cső. Barátaim, én akciót hirdetek nektek. Na, gyorsan fel is tettem. Megnézem, megy ez a buzi OBS, hál' Istennek, meg még. Jó. Akkor viszont szerintem valami MP9-esre kéne váltanom. Annak talán egy kicsivel könnyebb hordozni a lőszerét, meg a tárakat is hozzá. Jó lesz ez, csak így nagyon nehezen tudom. Nagyon nehéz így materializálni, hogy kurvára nehéz ez a sok cucc. Amit akartam? Ja, 9 mm-es lőszer. Ja, az jó, az lesz. Azt nem raktam el? Miért nem raktam el? Az meg. A tárdoboz, hát ez még ide pont beférsz. Az MP9-eshez a kis 30-as tárak vannak. Jó, az szerintem nem tudom, hogy hirtelen hova tettem az MP9-es, de valamelyre annak itt meg kéne lennie. Vagy? Na, oda-e. Na mi van, bazd meg, értetem vagy? Jó. Bocs. Így egyszerűbb. Valahol volt nekem az MP9-esem, mert akkor elvinném azt. Ah, itt is van. Így. Ez a fegyver olyan sokat nem küzdöttem, úgyhogy nem igazán tudom, hogy mire számíthatok. De az biztos, hogy
egy valagra való lőszert be kéne rakosgatnom, vagy 100 darabot pluszba, mert szerintem ez is fogja kajálni a lőszert. Na, viszont megnézzük, hogy ez mi. 54x39-es lőszer. Jó, ez a pici akámban jó lesz, bár mondjuk azt az előbb hagytam benne, úgyhogy lehet, hogy abból nem lesz már semmi abból a 105-ös alkából. Azt kénytelen leszek egyet valóban bepimpelni, meg csinálni egy másikat. Mert eladni meg ezt nem akarom, ezt a lőszert, mert ez meg jó. Vagy legalábbis az AK 105, úgyhogy azt nem bánnám, ha netán nem vinné ezt senki. Mert jó az a kis fegyver. Tusonkák, vas, ja, még valamit el kéne még raknom. Egy energielevet elrakunk. Jó, azt el is adtam a csövet, a 44 000-est. Azt hamar elvitték a RPK-nak a nyádat. 22 000. Pont annyira gondoltam én is. 22 000. Úgy. Ez meg szerintem igazából nem ül egy fegyverem se. Akkor barátocskám. Értéktelen vagy, pláne ennyi pénzért. 18 700-ért fölteszlek, ott még földobom a lovat. Elmegyek rágyújtani. Azt akkor bemegyünk még egy interre. Most így már biztos vagyok a kiáratokban. Ha kijutok. Hát ez nem sok szart ér most ez a ló. Na mindegy, elpasszoljuk, van belőle. 9600-ért elviszitek, ugye? Úgyni. Na jó, akkor elmegyünk szépen oda befele még. Megyek még egy intert. És akkor már tudom, hogy nagyjából merre keressem a két kiáratot. Az így már egész jó lesz. Elveszek még valami kaját. Vas energiaital, hát talán még kijutok. Vagy elrakom talán a cukrot, a kurva anya se tudja. Mondjuk most ez föl fog táplálni, mire visszaérek. Ezt gyorsan megjavítjuk. Úgy mi. Na, jól van, cigi szünet.
Na, meg is jöttem. Meg átellenőrzem a hit. Van a fak nálam. Jó. Végzéscsillapító kötszer. Rögzítősín. Elméletileg. Elméletileg jó vagyok. Vegyük át a lóvét. Ahogy mi. Elméletileg megvan minden, ez is feltöltődött. Talán elég lesz a lőszer is. Remélem jó ez a tár van benne, MP930-as tár, jó. Nem tudom, hogy ehhez van egyáltalán 50-es tárra opció. MPX dobtár, G50 töltény, nem tudom ez mi a faszomhoz jó, ez a, mivel jó ez. Glockhoz jó, jó. Meg kell nézzem, hát ha van ez valami nagyobb fajta tár, bolhán. Mi volt ez? MP9?